Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban ezt a csomagot fogom kibontani. Ugyanis Evelynnek a Pergamonra hány szavak csatornájáról támadt az ötlete, hogy mi lenne, hogyha mi az a kis BookTube közösség fognánk magunkat és csinálnánk egy Mikulás húzás. Persze, akik szeretnének benne részt venni, úgyhogy páran összefogtunk és ezt így megcsináltuk. És most mindenki szépen majd most szerintem, mire én ezt kiteszem, addigra már kb. Mindenki kiteszi, nem baj. Szóval Mikulás környékén mindenki kitesz egy videót a saját kis csomagjáról, amit kapott, amit kibontott, és ugye mindenki küldött is valakinek, és ez itt az én csomagom. Hát még itt az elején gyorsan elmondom, hogy akik ebben részt vettek, és akiknek kimegy a videója, majd igyekszem szépen sorban belinkelgetni a leírásba, szóval mindenkinek a videóját majd ott meg lehet találni, ha nem felejtem el megcsinálni természetesen. Na de akkor esünk neki ennek a csomagnak, mert ez most már egy hete itt van nálunk, és már mindenki teljesen izgul, hogy mi van benne. Az én Secret Santám Erika a Books of Insta csatornáról, és akkor hol a szikém, ki kell bontanom. Egyébként nagyon bénán nyitok ki csomagokat, úgyhogy előre is elnézést kérek. Csodálatos csomagbontási tehetségemnek köszönhetően sikerült kinyitnom. Csak ez pont az alja. Sikerült. Oké. Okay. Jó. Na. Tele vagyunk. Oké. Okay. Na. Első. Egy könyv. Mert ez ugye, ez volt az alap, hogy legyen mindegyik csomagban egy könyv a saját kívánságlistánkról. Ez pedig a Hamis Herceg, ez vagy 1000 éve rajta van a kívánságlistámon, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, most már majd el fogom tudni olvasni. Nem is emlékszem már, mi történik benne, olyan régóta feltettem. Jó, tényleg jó, most már tudom. Az ilyen versenyt hirdetnek, hogy valaki kiadja magát a király elveszett fiának. Jó, oké, megvan kb. Hogy miről szól. Így körülbelül a legelső könyvek között szerepel, amire rákerült. Goodreads-en meg majon is a kívánságlistámra, úgyhogy ez tényleg nagyon régóta fenn van. És most ezt hova tegyük? Te? Jó. Jaj. Nagyon cuki csomagoló anyag is volt hozzá. Második, amit kivettem a dobozból, ez a nagyon aranyos kis bögre. Autofókusz, autofókusz, a fejemem van. Oké. Nagyon cuki, ezt nem a radiátorra teszem, mert onnan le fogom dobni. Igen. Ezt jól lesz utána takarítani. Na. Hát ez után tuti takarítanom kell majd. Jaj. Oké, ellenőrzöm. Más nem maradt. Talán, más nem maradt talán a dobozban. Oké. Okay. Na. Van itt egy nagyon helyes Mikulás mézes kalács. És talán rá fókuszált. Aztán csoki, hogy nehogy elfogyjak. És még egy, igen, egy fahéj illatú gyertya. Az mindig jól jön, mert főleg télen mindig elhasználom az összes gyertyámat. Jó. És igen. Tele van még ilyen csomagoló anyaggal, amit szét fogok szórni az egész lakásban. Nagyon szépen köszönöm Erikának ezt az ajándékot, nagyon örülök neki, és legalább most lesz mit olvasnom, mert körülbelül már szerintem kifogytam a könyveimből, megint. Még egyszer mondom, a többieknek is a videóit majd belinkelem szépen a leírásba, és akkor mindenkit meg lehet nézni, hogy ki mit kapott. És köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal, boldog Mikulás mindenkinek, és karácsonyt és kellemes ünnepeket!